Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ebben a videóban egy stílemes 170-es típusú motorfűrészt fogok kicsomagolni. Nagyjából körbenézzük, bemutatom, elmondom, amit tudok róla, és az első indítását is meg fogom ejteni. Akkor lássuk, mi van a dobozban. Egy 35 cm-es vezetőlemezt, amin 1/1-es horony és 3/8-os pikkólánchoz való. Frankó kis könnyű vezetőlemez, van egy kombikulcsunk, egy lapvédő, kapunk egy láncot, ami 3/8-os 1/1-es horonnyal, 35 cm-es vezetőhöz való 50 szemes. Megvan adva, hogy mekkora reszelő kell hozzá, meg hogy milyen szögbe reszeljük. Kapunk egy használati utasítást. És benne van a kis gépünk. Kicsit nézzük körbe. Ami szembe tűnő lehet, Made by Steel in China, vagyis ez a gép is már Kínában készült, mint a hát az összes gyártónak a hobbi kategóriásai már ott készülnek, ugye márkától függetlenül. Fémrőnk támaszunk nincs, csak maga a műanyag. A gép egyébként 4,1 kg, 30 köbcentis és 1,6 lóerő. Ez egy könnyű kis gépezet. Ugye fix csillagkerekünk van, nem cserélhető, betétes. Itt lehet a láncot feszíteni majd, nem oldalt. Ugye a régi old school tanksapkák. Ugye áttetsző, majd látni lehet a benzinszintet, ha lesz benne. Egyetlen egy kezelőszervünk van, aminek 4 állása van, ugye lent van szívatón, fönt van félgázon, és ugye gáz adásra ugrik, a sima gyújtásra, és a félgázról majd úgy fog alapjáratra menni. Na, egy-kézzel bénázok, na mindegy. Úgyhogy igazából semmi extra nincs a gépen, ilyen dekószerep, vagy primer pumpa, vagy akármi, ez egy sima, egyszerű gép, amit a Steel ugye otthoni felhasználásra ajánl, kertápoláshoz, tűzifa daraboláshoz. Mondjuk a tűzifa darabolást ugye sokféleképp lehet értelmezni, akár úgy is, hogy a
egy-két elszáradt ágat, amit a gyümölcsfákról vagy díszfákról levágunk, azt összevágjuk, hogy tudjunk mivel nyársalni, de van, aki ugye úgy értelmezi, hogy összevág vele mondjuk saját részre egy 10 köbméter 40-50 centi átmérőjű tűzifát, plusz még a rokonságba is valakinek, plusz még két-három ismerősnek bevállalja, hogy az övét is összevágja, ugye ennek a tűzifa darabolásnak több értelmezése is van. Én inkább ehhez a géphez az első verziót javasolnám. Ugye hát össze lehet vele vágni sok fát is, meg vastagot, csak hát akkor ugye annak következményei lesznek, ez a gép nem a folyamatos, egésznapos munkavégzése van tervezve, hanem egy hát igazából alkalmi használatra. Leveszem még a hengerfedelet, megnézzük, hogy hogy néz ki belülről. Egy egyszerű mozdulattal oldható ez a csavar. A láncot lejtettem. Egy egyszerű levegőszűrője van. Elvileg nekünk ez elég is ehhez a géphez. Ez a gép már egy dupla torkos, 2 mix motorral van ellátva. Ez azért van, hogy tudják tartani a károsanyag kibocsátási normákat. 2020. 8. hónapban gyártották. És itt hát nem nagyon látszik a dupla torok. Végülis a lényeg az az neki, ennek a 2 mix dolognak, hogy egy bizonyos intervallumban tiszta levegőt szív be, nem pedig benzin levegő keveréket, hogy csökkentse az elégetlen üzemanyag távozását, mert ha a normál egytorkú kétütemű motoroknak kipufogásnál mindegyiknek van elégetlen üzemanyag vesztesége, ezt próbálja kiküszöbölni, hogy annak a helyére tiszta levegőt szív be olyankor a gép, és akkor így nincs elégetlen üzemanyag veszteség. Nagyjából ez a 2 mix ez azt jelenti. Hát igazából a Husqvarna is X-Torque néven hasonló megoldással gyártja már a gépeit. Na, rárakom a vezetőt, láncot, megtankolom, aztán be is indítom. Össze tudom rakni, remélhetőleg, attól nem be kell akadni. Jó. Egy nagyon egyszerű mozdulattal visszarakható a hengerfedél. Van egy szép kis könnyű vezetőnk. Egy 1-1-es, 3-8-as láncunk, 50-szemes. Nagyon finom kis könnyű lánc, ami egy kicsit összegubancolódott.
sikerült kibogozni. Nagyon finom kis vágó szemek vannak rajta. Az egy 3-as, 3/8-osnál jóval finomabb. Amúgy így a műanyagok korrekt minőségűnek látszódnak elsőre. Tudja érezni a stílnek a minőségét. Az egy oldalsó lánc feszítést azt bele szerettek volna, mert ez így nem a legkönnyebb. De ez ugye a legolcsóbb belépő szintű kis fűrész. Ennél még ez. Na, rajta van a láncszűk, ezért nem fordul. Ennél még ez megbocsátható. Ugye sokan iszonyatos erővel meghúzzák ezeket az anyákat, ami nem túl szerencsés. Csak érzéssel szabad meghúzni őket. Nagyon nagy kupakok vannak. Ugye, hogyha rászorulna, akkor a szerszámmal tudjuk lazítani. Megtankolom benzinnel, olajjal, aztán beindítom, meghallgatjuk, milyen hangja van. A benzint 1.45-be keverem full szintetikus olajjal. Nagyjából 3 decis az üzemanyag tartálya, de ugye elég takarékos gép, úgyhogy egy tankkal elég sokáig. Ez a 3 decis sokáig elég, hogyha ugye arra használjuk, amire kell, tehát ilyen vékony fák vágásához, gajazáshoz, ilyesmi. Ezt be a lánckenő van természetesen, nem az, ami a dobozon van. Elő is van az olajszintnek egy kis ablak, és akkor jöhet az indítás. A szívató állásba kell rakni, és itt mivel nincs semmi indítás könnyítőünk, ezért csak addig húzzuk, amíg nem röfflik.
Na, hát így szól egy vadonatúj MS-170-es stíl. Elsőre tetszik a gép. Majd még lesz róla videó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!